Szeretettel köszöntelek titeket a középhaladó elvonulás dharma beszédének bevezetőjében, és utólag és még egyszer is nagyon szépen köszönöm dr. Orosz Ádám dharmamesternek a felkérést. Még akkor is, hogyha jól emlékszem, az volt az első reakció, mikor ezzel a tárgykörrel megkeresett, hogy nem, kizárt. És aztán hamar rájöttem, hogy tulajdonképpen ez nem opcionális volt és választható, hanem egy tényközlés. Útravalóul azt a jó tanácsot kaptam tőle, hogy próbáljak meg arról beszélni, hogy számomra mit jelent a zen, és hogyan kapcsolódom hozzá, mert ez állítólag be szokott jönni, és ha belecsempészek valami személyes szállat, akkor lesz a tuti. És aztán elkezdtem gondolkodni, hogy mit is tudnék mondani, főleg személyeset, mert hát mégiscsak felkerül egy YouTube csatornára, látja boldog-boldogtalan, szomszédok, barátok, kollégák, volt kollégák, exek, barátok, nem tudom még ki mindenki, és hát azért lehet, hogy mégiscsak érdemes lenne átgondolni, hogy az ember mennyire nyílik meg, és tárja ki a szívét így nagy nyilvánosság előtt. Aztán rájöttem, hogy ez az egész nem számít. Az előbb felsorolt emberek ez esetben nem számítana, mert igazából ti vagytok fontosak, akik itt ültök, és az a legtisztességesebb, és az a legkorrektebb eljárás, hogyha végtelenül őszinte leszek, mert az időtöket és a figyelmeteket szánjátok most nekem, úgyhogy így is fogok tenni. Alig több mint 2 évvel ezelőtt, hát nem egy ilyen szépen feldíszített és megépített dharma teremben ültem, sem egy másfajta teremben, vagy egy padon a természetben, vagy akár egy teraszon, egy kávéval, hanem leginkább a megszokott és mondhatni állandósult helyem az a kis szobám volt, és magzat pózban feküdve az ágyamon, összegörnyedve a leengedett róló áldásos félhumájában. Egy olyan magánéleti krízis, veszteség kellős közepén, amikor, hát remélem, hogy nem sokatok ismeri az érzést, de aki nem is, az bizonyára hallott róla, amikor az embernek felállni sincs kedve, és sokszor lélegezni se ereje. És bár borzasztóan hálás vagyok az életemért, és nagyon szerencsésnek is tartom magam, volt egy-két olyan helyzet az életem során, amikor igazán padlóra kerültem, és föl kellett állnom, és össze kellett szednem magam a darabjaimból. De a 2 évvel ezelőtti helyzet az annyival nehezebb volt, hogy már azok a mankok és segédeszközök sem voltak, amik korábban működtek, és egyszerűen lilla gőzöm sem volt, hogy hogyan fogok újra fölállni, és hogyan lesz a holnap. És ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor nem is nagyon gondoltam rá, hogy érdemes, hogy legyen holnap, vagy egyáltalán kell-e, hogy legyen holnap. Aztán az ember érdekes mód valahogy mégis működik az életösztön nevezetű dolog, és mégiscsak élni akar, és ha kis takaréklángon is, vagy akár csak egy kis gyufaszálnyi belobbanással, de az utolsó pillanatban mindig ott van egy utolsó löket, és magam sem tudom a mai napig, hogy milyen indítatásból és milyen ötlettől vezérelve, de talán mindegy is, ráírtam egy kolléganőmre, akinek talán soha az életben nem tudok majd elég hálás lenni a segítségért, hogy ha meg szeretnék békélni az élettel, és szeretnék egy kicsit lecsillapodni, és szeretném, ha az élet egy picit könnyebb lenne, és valamiért a meditáció jutott eszembe, amiről akkor még semmit nem tudtam, de azt igen, hogy ő jó pár éve már gyakorolja, akkor szerinte hol is kellene kezdenem. És Csongan Szunim YouTube csatornájának linkjét küldte át nekem.
És bizonyára sokan, mint akik ezt a videót is majd nézik, illetve ti is, akik itt ültök, hasonlóan hozzátok, én is videónézegetéssel kezdtem. A fél homályban és a redőny sötétben ez még egyébként hasznos is. És hát megnéztem minden létező videót, ami elérhető volt 2 évvel ezelőtt. Akkor is már tetemes mennyiségről volt szó évekre visszamenőleg, és ami nem volt a YouTube csatornán, hanem egyéb helyeken, interneten volt elérhető, azokat is végignéztem. És olyan 2 hónap elteltével, 2,5 hónap elteltével, amikor már volt elég erőm, akkor eljöttem először ide a templomba, Esztergomba. Szigorúan egy egynapos látogatásra, mert hát budapesti vagyok, világéletemben budapesti is voltam, kis kitérőkkel, és most is ott élek, ott is születtem. És bár éltem családi házban is, de ott mondjuk szúnyoghálók voltak az ablakokon, meg éltem albérletben is, de maximum plusz egy fővel, meg egyetemet is végeztem, de sosem voltam kollegista. Szóval ez a tizen akár hanyad magammal zuhanyozzak és osztozzak egy mosdón, és egy jurtában aludjak az erdő kellős közepén, és hát ujjal lögybögessek tányért teával, és aztán még igyam is meg, szóval, hogy eléggé kívül esett a komfort zónámon, de ismét olyan szerencsés voltam, hogy kezdetben egy itteni számomra nagyon kedves, szeretett személy segített a maradásban, később pedig az akarás. És ez nagyon nagy igazság, még ha közhelyszerű is, hogy tényleg az ember csak saját magát tudja kihúzni a mélyből és a gödörből, és hogyha ha kell, akkor a saját hajánál fogva. És bár nekem sok jutott meg vastag is, de azért így sem volt könnyű. Emlékszem egyébként, hogy teljesen fanatikus módon az első hónapokban reggel leborultam, énekeltem, meditáltam, délben leborultam, énekeltem, meditáltam, este szintén ugyanez, órákon keresztül, és amikor éppen nem dolgoztam, vagy nem ettem, akkor pedig folyamatosan szólt a mantra. Ennyire túl akartam élni, meg ennyire jobban akartam lenni, és hát az első egynapos után még következett pár, aztán az első tábor, aztán az első 3-4 napos, és hát az a fantasztikus dolog pedig, akinek megadatik, hogy mondjuk egy kölcsére is be tud csatlakozni akár pár napra vagy pár hétre, és itt megtapasztalni azt a fajta együttgyakorlást a legszebb téli hónapokban, az igazán fantasztikus. És hogy mit mondjak inspirációként, vagy mi az, amit tudnék mondani más gyakorlónak segítségül, és talán ez lehet, hogy leginkább azoknak szól majd, akik a videókat nézik most is, akár egy leengedett redőnyű szobában, hogy 3 hónap, én 3 hónap után éreztem azt először, hogy tud könnyebb lenni, hogy lehet könnyebb. Hogy könnyebb a reggel, könnyebb az este, hogy könnyebb lélegezni, és van fölfelé vezető út, és fel lehet állni. Úgyhogy legyen ez a 3 hónap, én azt kívánom mindenkinek egy mankó, vagy egy remény. Annak is, aki most azt gondolja, hogy ott, ahol ő van, onnan nincs föl. Hogy annál mélyebbre nem lehet esni, és hogy neki ez jutott, és már ereje sincs, és levegője sincs, és nem tud felállni, mert fel tud állni. És lehet, hogy azt érzi majd, hogy hiába kapaszkodik, és próbál kimászni a veremből, ami olyan sötét, és olyan nagynak tűnik, hogy ki se lát belőle, és lehet majd egy
olykor-olykor alkalmakkor visszapottyan pár kő, meg pár kis salaka talpa aljára, hogy próbál kimászni, de föl fog érni. És ahogy halad fölfelé, meg fogja látni a segítőkezeket, mert vannak segítőkezek. És fontos, hogy tudjunk segítséget kérni, ez számomra egy nagyon nagy tapasztalás volt. Tehát az elmúlt évek egyik legnagyobb tapasztalása és tanulsága. És az a segítség jelen esetben egy videó, egy YouTube csatornán, akkor éppen az, és hogyha nehéz, akkor nehéz, és hogyha sírni kell, akkor azzal sincsen gond, és sírni kell. És hogyha meg kell gyászolni valamit, akkor azt is meg kell gyászolni, és nem baj, hogyha kimondjuk. De minden ilyen nehéz folyamat megélése után össze kell szedni az erőt, és föl kell állni, és el kell indulni, és a videók után például el kell indulni akár ide a templomba, ide Esztergomba, és itt egymást segíteni. És legyen ez a 3 hónap egyébként mankó azoknak is, azt kívánom, akik pedig azt gondolják, hogy ők erősek, és ezt a terhet is elbírják, és ezt is még magukra tudják venni, és egy újabb zsákot is tudnak cipelni, és egyébként is nekik ez jutott, és egyébként is nekik ezt kell elviselniük, ezt érdemlik. Mert nem kell ezeket a terheket cipelniük, és a jó hír az, hogy amint leteszik a sajátjukat, tudnak segíteni másoknak is letenni a sajátját, vagy sajátjaikat. És ha valamiért, akkor ezért igazán megéri. Én végtelenül hálás vagyok Csongan Szunimnak, hogy elhozta a tant ide Magyarországra. Minden valaha volt templomi dolgozónak, jelenleginek is, reziknek, tanítóknak és mestereknek, hogy ezt a helyet létrehozták és működtetik, és mi most itt gyakorolhatunk. Dr. Orosz Ádám dalmamesternek is, hogy mesteremnek tekinthetem, hogy Marti Barnával létrehozták és működtetik a Pesti Szangát, ahol szintén hétfő esteinként az Oktogonon lehetőség van gyakorolni. Ez pedig a reklám helye volt, minden egyéb információt megtaláltok a Budapesti Zen Központ közösségi oldalán. És a segítőiknek is, és a nagyszerű tanítóknak. És nem tudom megkerülni, és nem is szeretném, és ezen a ponton muszáj megemlítenem, sőt nem is muszáj, hanem a legnagyobb hálával és köszönettel teszem a harmadik szemét, ő pedig Heinrich Ildikó, aki most sajnos nem tud velünk itt lenni, de ő az a személy, ő az a valaki, akinek a ismerete, barátsága, remélem mondhatom így, egy hatalmas áldás szerintem bárkinek, aki őt ismerheti, és az ő angyali lényének. Neki köszönhetően ismerkedtem meg tavaly októberben a családállítással, és mondhatni, hogy azóta a gyakorlatom turbófokozatra kapcsolt. Minden egyes alkalommal, és ezt most sem szeretném kihagyni, amikor erről kérdeznek, akkor el szoktam mondani, hogy szerintem a családállítás az, ami ha létezik jelenleg ezen a földön emberek között ebben a testben, a földi síkon segíteni tudás, az ennek a legmagasabb iskolája és a legcsodálatosabb dolog, amit mi emberek tudunk tenni egymásért. Úgyhogy ez volt a reklámhelye 2. Az Ildikó közösségi oldalán szintén minden információt megtaláltok, akit érdekel ez a téma, de tényleg szívből ajánlom, és úgy is jött. És természetesen egyébként hozzátartozik, hogy a családomnak is nagyon nagy köszönettel tartozom, mert a kezdetektől támogatták, hogy itt legyek, és az általam legkedvesebb szívemnek, legkedvesebb szeretett személynek is, aki a mai napig segít, hogy szintén most is itt legyek, és itt lehessek. De mégis a legnagyobb köszönet az a tiétek, és minden gyakorlónak az elmúlt 2 évben, akit megismerhettem, és most is annyira jó rátok nézni, és itt körbenézni, mert hogy rengeteg arc van, akit a barátomnak is tudhatok, és olyan ismerettségek, amiket mindig
nagyon-nagyon fogok köszönni, és amikért hálás leszek, és legfőképp azért is a köszönet a tiétek, mert nélkületek ez nem sikerült volna. És nem is fog soha. És nem tudom, hogy mit éreztek most, vagy amikor itt vagytok, de azt hiszem, hogy a köszönet mellett a tisztelet az a szó, ami eszembe jut, amikor rátok nézek, és az a fajta bátorság és erő, amit tapasztalok általatok, és lehet, hogy sokatok nem is hinné, hogy megvan benne, pedig nincsen annál nagyobb bátorság és erő, mint ide lejönni, vagy úgy dönteni, hogy máshogy akarja az ember, és más jövőt akar, és ezért hajlandó szembenézni a félelmeivel, a fájdalmaival, és ide hurcolja, és ide cipeli, mert biztos vagyok benne, hogy egyikötök sem könnyű történettel érkezett, és egyikötök sem könnyű úton. Úgyhogy mélységes nagy hálám és tiszteletem mindenkinek, aki itt van, és remélem, hogy még nagyon sokáig itt lehetünk, és egyre többen is, nagyon sokan itt teszünk még a templomban, és segítjük egymást, és együtt tudunk gyakorolni. És végezetül pedig Ádám azt mondta, hogy mire a bevezetőm végére érek, addig megtalálom a kuanom helyes válaszának hiányzó 1%-át, de egyébként nem lett igaza, mert az korábban meglett, már ma délután az interjún, és ebből meg csak igazából annyi a tanulság, hogy még a dalmamesterek sem tudják mindig a tutit. Úgyhogy hálás köszönettem mindenkinek, meg azért is, hogy meghallgattatok.